a fesztivál területén, ezeket sokkal jobban fogjuk hangsúlyozni, illetve lesz egy projektünk, ami a víztakarékos zuhanyzásra fogja felhívni a fesztivál látogatók figyelmét. Ugye ez gyakorlatilag egy nagyon egyszerű és játékos történet lesz, hogy minden közösségi zuhanyzónkban, ahol ugye zuhanyozni lehet a fesztiválon, zene fog szólni, és kis táblákkal figyelmeztetjük a látogatókat arra, hogyha egy szám alatt le tud zuhanyozni, akkor ő óvta a környezetét, ha két számig tartott a zuhanyzás, akkor azért nem vitte túlzásba a dolgot, és hogyha három számig tart, amiből lezuhanyzik, akkor ezzel ártott a környezetének is egy párot. Emellett lesz egy a Dunavíz tisztaságát is segítő projektünk. Egyrészt vannak ugye a fesztivál területén például Vícs, olyan helyek, ahol közvetlenül találkozunk a Dunavízzel, ott vagyunk közvetlenül a folyóparton, erre külön önkéntesek lesznek, akik ott a szemetet szedik, és még egyszer a látogatók figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy tartsák tisztán a vizet, de mi magunk is ott leszünk, hogy ne jusson hulladék a Dunában. Ami szintén újítás, és ehhez a bizonyos lebomló műanyaghoz kapcsolódik, hogy lesz egy komposztáló üzem elhelyezve a fesztivál területén, szintén részben edukációs célzattal, ahol ezeket a bizonyos lebomló műanyagokat ott a helyszínen fogjuk elkezdeni komposztálni, és az ebből készült komposztot egyébként a főkerttel karöltve majd az Orkai Szigetnek a rekultivációjába fel is fogjuk használni. Úgyhogy lesz egy ilyen látványkonyhánk, kb. 100 köbméternyi műanyagot fogunk tudni feldolgozni a sziget egy hete alatt. Ami szintén fontos, hogy tovább visszük a tavaly bevezetett eco-camping vonalat is, ahol ugye az EON-nak köszönhetően már eleve napelemekkel termeltük a kempingnek az energiáját, és egy zero waste, tehát egy ilyen nulla szeméttel működő, vagy nulla káros anyag kibocsátással működő kempingként képzeltük ezt tavaly. Ez működött is, úgyhogy ennek megfelelően egy picit nagyobb létszámmal fogunk ráfordulni erre a kempingre, és nyilván évről évre próbáljuk ezt a szemléletet, meg ezt a fajta hozzáállást a kemping területekre is növelni. Lesz egy előrelépés abba, hogy a fesztivál még inkább kerékpáros barát legyen, tehát a bringásoknak ingyenes tárolási lehetőséget fogunk biztosítani, ezt amúgy is mindig javasoljuk, hogy senki ne autóval közelítsen a fesztivált, jöjjön tömegközlekedéssel vagy biciklivel, most, hogyha biciklivel jön valaki, akkor ingyen tudja tárolni, lesz egy gyors szerviz is, illetve lesz kerékpár kölcsönző is azoknak a turistáknak, akik egyébként a fesztivál területén laknak, hogy amikor ők a városba kilátogatnak, akkor ezt ingával tudják megtenni. Bevezetünk a merchandisingba is egy szigetikel, tehát egy szigetikus öltözetet vagy ruházatot, ami azt jelenti, hogy kapható lesz organikus póló, vászontáska, illetve mindenféle PVA-mentes kulacsok. Tehát szeretnénk ezzel is elsősorban látogatók figyelmét felhívni arra, hogy meg lehet úgy oldani ezt az önfeledbulizást is, hogy közben ne tegyünk kárt a környezetben.